Üdv mindenkinek, sziasztok! Zözek vagyok. Új helyszínről jelentkezem. Ez azért van, mert a munkámból kifolyólag egyszerűen rengeteget vagyok úton, és nincs időm leülni otthon videókat csinálni. Remélem ez is tetszeni fog ettől függetlenül. Most a hangminőség miatt esetleg, hogyha nem túl tökéletes, elnézést kérek, mert csak hirtelen fölkaptam egy mikrofont, és azon keresztül próbálom felvenni a hangot. És az autó is ugye teherautó, tehát lényegesebben magasabb a zajszintje, mint egy átlagos személyautóé. Akik most csatlakoztak be, azoknak elmondom, hogy ez a vlog sorozat onnan indult, hogy a Kanadában eltöltött 2 évemet szerettem volna bemutatni nektek különböző sztorikon és történeteken keresztül, de ennek a sztori mesélésnek a végére értem, és föltettem kérdésként egy rövid videóban, hogy érdekel esetleg továbbiakban a további életem embereket, illetve titeket. Éltem Kanada után ugye Magyarországon egy kicsit, Dániában, illetve jelenleg Angliába taposom a 6. évemet. Szóval azt hiszem, ott hagytam abba a kanadai utolsó részt, hogy elhagytam ugye Kanadát, és megérkeztem Magyarországra. Ott ért egy pár kellemes, illetve kellemetlen meglepetés. Első körben talán az emberekhez való hozzáállás, ami szembeötlő volt nekem, mivel Kanadában teljesen más, hogy viszonyulnak egymáshoz az emberek. De hogy menjünk szépen sorba, tehát megérkeztem Magyarországra, ugye leszálltam a repülőtéren, Ferihegyen. Majd, mivel késő este érkeztem meg, ezért ugye nem volt nagyon opció, hogy megkérek valami barátot, hogy vigyen haza, hanem kénytelen voltam egy taxit fogni. Egy ilyen egyszerű reptéri taxis kértem meg, hogy vigyen haza. Ami hozzatartozik a sztorihoz, hogy volt egy kis fönnakadás a bőröndömmel, a feladott nagy bőröndömmel, ugyanis nem érkezett meg, valamiért nem kaptam meg ott ugye a csomagkiadó csúszdánál. Oda mentem a pulthoz szólni, hogy mondom, mi a teendő, ilyenkor nem nagyon volt még erre precedens, nem szoktam repkedni. Ott mondta nagyon segítőkész recepciós vagy pultos, nem emlékszem, hogy férfi volt-e vagy nő, hogy semmi gond, adjam meg a lakcímemet, esetleg telefonszámot, és hogyha megérkezik, akkor azt ők vagy kiküldik postával, ugye egy kis extra költségért, vagy pedig bejöhetek a reptérre és átvehetem, hogyha értesítettek, hogy megérkezett. Mondtam neki, hogy legyen a B verzió, mert nem szeretnék postára várni, meg ott is esetleg elkavarodik, mondom, szóljanak, hogyha megérkezett, itt nem messze a reptértől, a 18. keletbe érkeztem, mert ott laktam akkor, és akkor inkább kiszaladok érte. Rendben van, adatokat megadtam, elbúcsúztunk, majd beültem a taxiba, amit már említettem, az pedig hazavitt engem. Egy kicsit furcsa volt, mert én addig azt a lakást, illetve azt a házat csak fényképen láttam. Ugyanis én mielőtt kimentem Kanadába, ugye az akkori párommal bellaktunk a városba egy lakásba, majd miközben én kim voltam Kanadába, 2 év alatt ő ugye eladta ezt a lakást, és elköltözött, tehát tulajdonképpen az én cuccaimmal együtt, ugye, ami ott maradt, azzal együtt elköltözött egy kertes házba a 18. kerületbe. Úgyhogy én máshonnan mentem Kanadába, és máshova érkeztem. Szóval lényeg, megadtam a taxisnak a címet, hogy hova szeretnék menni. Ő elvitt oda,
5000 forintot kért. Először ez nekem hirtelen furcsának tűnt, mert ugye Kanadában megszoktam a 1, 2, 5, 10, 20, esetleg 100 százas címleteket, vagy kifejezéseket, itt meg ugye az 5000 az olyan soknak tűn nekem, de egyébként egy teljesen normál fuvardi volt, úgy gondolom, abban az időben egy reptér 18. kerület távra. Aztán persze lehet, hogy ez sok volt, akkor per pillanat nem nagyon érdekelt, mert szerettem volna már hazajutni, meg repülőút volt, meg végre földön vagyok, végre Magyarországon vagyok, hagyd menjek már minél előbb haza. Tehát nem ezen a 5000 forinton fog múlni az életem. Szóval hazavitt, megérkeztem, ugye akkori párom volt otthon, ugye öröm és boldogtá. Milyen happység van, hogy végre megérkeztem. Nem nagyon akartunk már akkor ott beszélgetni, meg nem tudom, sztorizgatni, mesélgetni, mert késő volt, amikor éjszaka érkeztem. Éjjel érkeztem, ahogy az Edda is ezt megénekelte annak idején. Úgyhogy csak inkább kipakoltuk, amilyen kicsit szennyes volt a táskába, aztán egy nagyon gyors, laza vacsora, és lefeküdtünk aludni. Majd másnapra meg volt hívva egy pár ismerősöm, barátom. Ők jöttek át, és egy ilyen kis családi sütögetés, grillezés keretében mindenkinek átadtam a kis szuvenírt, amit hoztam. Legtöbben csak egy pólót kaptak tőlem, ez is inkább csak jelzésértékkel, amin volt esetleg egy Kanada felirat. Itt inkább az volt a lényeg, hogy végre együtt vagyunk, végre tudunk beszélgetni, végre élőben is látom őket, nem csak kamerán keresztül. Érdekes volt ez a ház, mert volt egy kis garázs része, egy kis kert része, és furcsa volt, mert én világértemben szerettem egy kis kertes házat, ahol ki lehet menni a saját kertbe. Van is egy garázsomba be tudok állni, kocsival be tudom tolni a motoromat kényelmesen, nincs vele probléma. Úgyhogy szimpatikus volt ez a ház. Hát egy kicsit kiesett egy kicsit úgy mindentől, nem volt annyira vészes egyébként, mert ugye volt autó, a Ducato ugye megmaradt, mert nekem ott volt a Ducatom, amit még annak idején régen évekkel ezelőtt, mert kimentem valakazat Kanadába, azelőtt évekkel vettünk közösen egy barátommal, ugye dolgoztunk együtt, mint bútorszállító, kisiparosok, majd mikor kimentem Kanadába, ezt az autót én odaadtam neki, hogy dolgozzon bele továbbra is, mert eladni nem akartuk az autót, meg azt hiszem még talán hitel is volt rajta. Szóval ott hagytam neki az autót, hogy ő használja, én Kanadában vagyok. Egyik barátját megkérte, hogy legyen sofőr, és akkor utána ők dolgoztak együtt. Tehát lényeg, hogy amikor én visszaértem Magyarországra, akkor visszakaptam a Ducatót, tehát ott volt a Ducato nekem, mint közlekedési eszköz. Illetve amikor szükség volt rá, mert menni kellett bútort szállítani, akkor megint csak értelemszerűen együtt dolgoztam ebben a barátommal. Szóval lényeg, hogy egy egész jó kis házikó volt ez. Ott másnap ugye összeültünk barátokkal, ismerősökkel. Folyt a sör, bor, beszélgetés, grilleztünk. Egész jó nap telt el. Hát mindenkinek úgy elmeséltem nagyjából, mi történt velem, mi van kint, milyen az élet. Hát az egész, ugye mindenkit érdekel ez tulajdonképpen. Ti is azért nézitek, mert valószínűleg érdekel titeket is, milyen az élet Kanadában, esetleg milyen az én életem, vagy milyen volt az én életem ott. Szóval, hogy ott el voltunk, mint a befőtt, úgymond, beszélgettünk, azt hiszem talán volt pingpong, azt a pingpongozgattunk, tehát így nagyon jó eltelt az a nap. Majd a következő napokra is én nem nagyon tudok tökéletesen visszaemlékezni, hogy én mit csináltam ott az elkövetkezendő napokban, hanem csak úgy voltam. Úgy értelemszerűen volt egy kis megtakarított pénzem, és ugye azon agyaltam, hogy lehetne ezt megfialtatni, hogy lehetne olyan vállalkozást indítani,
amiből ami működhetne esetleg, és lehetne egy kicsit több pénzt csinálni. Megmondom őszintén, dolgozni, visszameri dolgozni megint valami cégnek, vagy valakinek, hogy valaki másnak csinálja a pénzt, ez nem nagyon füllött a foga, nem is nagyon akartam. És ezért elkezdtem így ismeretségi, meg baráti körben érdeklődni, hogy nekem van kb. Ennyi megtakarított pénzem, hogy ebben milyen vállalkozást lehetne esetleg indítani. Ugye mielőtt Kanadába kimentem, nekem volt egy ilyen kisebb robogó szervizem, illetve nem is igazán mondanám szerviznek, hanem béreltem egy kétállásos garást valakitől, egy tulajdonostól, és én ott szereltem a robogókat. Mindazokat a robogókat, amiket hoztak hozzám ismerősök, barátok, meg különböző ügyfelek javítani, illetve jártam ki Olaszországba, akkor volt nagyon szezonja, illetve én már egy kicsit a utó szezonba futottam bele, amikor nagyon divat volt ugye Olaszországból robogókat behozni, ott ugye kicsit lerúgják a robogókat, meg ütik, vágnak, nagyon foglalkoznak vele, majd amikor tönkre megy, akkor egyszerűen csak bedobják a bontóba, és nem foglalkoznak vele, és ezt rengeteg sok kelet-európai ember csinálta, hogy összeszedték az ilyen lerúgott, de még használható, vagy esetleg kicsit hibás robogókat, és felújítás után értékesítették az aktuális országban. Ezt nem csak Magyarországon csinálták, ezt csinálták Szlovákiában, Románia, mindenhol. Valahol ugye az volt inkább divat, hogy Németországban, meg Hollandiában hordják be az autókat. Én meghallottam ezt a lehetőséget, és én ebben éltem, hogy hoztam be egy pár fuvar olasz robogót, és akkor ezeket, hogy fel kell itt újítani, hogy ehhez kellett nekem egy műhely. De közben jött ugye külsős munka is néha. Tehát nekem ez volt egy ilyen másodlagos munkám, mert ugye a főállásom annak idején, még Kanada előtt, ugye volt egy ilyen laboreszköz forgalmazó cégnél voltam, sofőr, meg raktáros, plusz csináltam ezt a robogószerviszt, illetve bútort szállítottam. Tehát így három munkát csináltam egyszerre. Na lényeg az, hogy miután visszajöttem Kanadából, ugye volt egy kis tőkém, és próbáltam be valamit kezdeni, és én leginkább arra gondoltam, hogy ezt a robogószerviz vonalat próbálnám kicsit valahogy ismét fölvenni, hogy hát ha lehetne valami komolyabb dolgot kihozni ebből. Ugye elkezdtem nézegetni műhelyeket, hogyan lehet vállalkozást nyitni, mi kell hozzá, milyen feltételeknek kell megfelelni, mert annak idején, amikor csináltam, akkor ez ilyen kicsit így feketén ment a dolog, itt dolgoztam a robogókon, meg csináltam magamnak a dolgokat, meg néha haveroknak, az kb. Ennyi. Hát ott nem volt semmi könyvelés, meg adó, meg számlázás, meg ez egyszerűen ment. És ezt akartam ugye egy kis tőkével meginjekciózva egy vállalkozás formájába önteni. Úgyhogy nézelődtem, hát ha lesz valami opció. Teltek múltak a napok, hetek, és nem nagyon sikerült semmilyen vállalkozást nyitnom, vagy nekiindulnom majd vállalkozásnak. Viszont volt egy, ezáltal, mert nem dolgoztam, volt szabadidőm, ugye volt félretett pénzem. Vettem magamnak egy motort, illetve egy nagy robogót, egy 200 köbcentis Joe Beverly-t. Hát nem is a nagyon nagy robogó, de bőven elég volt arra, hogy eljárkáljak túrázni vele. És én nagyon szeretek motorozni, tehát ennek a szenvedélyemnek kezdtem élni, hogy amikor csak volt lehetőségem, akkor különböző helyekre eljártam, különböző haverokkal, ismerősökkel, csoportokkal túrázni, kirándulgatni. Nagyon jó volt. Ugye márciusban jöttem haza, tehát ugye április, május az még egy ilyen kicsit pangó-tengő idő volt, akkor nem nagyon csináltam semmit, csak ott otthon ültem. Kicsit ugye el voltam magamnak, néha-néha ment a bútorszállítás, ugye csöpögött befele pénz nagyon, valamicske. És én néha eljártam motorozgatni, élveztem az életet. Majd itt teltek múltak
a hetek továbbra is. Majd valahogy így az egész kapcsolatom az akkori párommal így megváltozott. Lehet, hogy mi azt hittük majd, hogy mindent onnan fogunk folytatni, onnan 2 éve abbahagytuk. Azért volt távolság, meg azért a testiség hiánya, egymás érzések hiánya, vagy nem tudom, mi volt az oka, de ugye eléggé elhidegültünk egymástól, és előbb-utóbb én azon kaptam magam, hogy csak vagyok. Tehát nem nagyon van értelme, csak ott vagyok. És inkább így azt mondtam, hogy ez neki semmi értelme, csak lopjuk egymás idejét. Mondom, én inkább mennék a dolgomra, inkább ezt hagyjuk abba, nem érdemes. Azt hittem, hogy minden ugyanaz lesz, mint volt, de nem, teljesen más. Mondjuk előtte is már 10 éve együtt voltunk, úgyhogy már lehet, hogy ott is elkezdődött talán valami. Nem tudom, most nem is akarom ezt megfejteni, nem is erről szól a dolog. Szóval lényeg, hogy mi szétmentünk a akkori párommal. Én kibéreltem egy lakást, és minden mellett ugye volt ilyen hébe-hóba munkám, de azért nem volt olyan komoly bevételem, és ezért láttam, hogy kezd szép lassan kopni a félretett pénzem, illetve ugye vállalkozás sem nézett ki egyelőre, hogy tudnék nyitni. Úgyhogy elkezdtem sajnos munkát nézni, és hát ennek az lett az eredménye, hogy miután elköltöztem egy saját kis ház részbe, úgymond, tehát egy családi háznak a hátsó részét adta ki a főbérlő, oda én beköltöztem, azért fizettem egy nagyon barátságos összeget, ez 45 ezer forint volt, jó, mondjuk 2014-ben, tehát 45 ezer forint volt, és ebben benne volt a rezsi, meg a... Igen, a rezsi, tehát a víz, meg a villany, tehát a rezsi benne volt. Tehát nem kellett más fizetnem, még talán az internet is. És... Szóval elköltöztem, és akkor ott is még el voltam egy ideig, pár napig, hétig magamnak, úgy eljárkáltam, motorozgattam, meg élveztem az életet, aztán rájöttem, hogy ez nem lesz jó, mert tényleg csak fogy a pénz, és ennek nem lesz jó vége. És akkor elkezdtem munkát nézni. Értelemszerűen a fél szemem mindig nyitva volt, hogy hát, ha lesz valami vállalkozás, nyitási lehetőség, vagy valami olyan dolog, amiben esetleg belefektetném a pénzemet, de mindemellett el kellett kezdenem munkát keresni. Ebben a részben most kb. Ez ennyi lenne. Ilyen volt az első pár napom, hetem Magyarországon. Hogy mit dolgoztam, illetve hogy milyen meglepetések, pozitív és negatív élmények értek, arról pedig a következő részekben fog beszélni. Remélem tetszett ez a videó, ha igen, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, hogyha nem tetted még meg. Nyomd meg a feliratkozás gombot, illetve a harang ikonocskát, hogy minden értesítést megkapj, hogyha új videót töltök föl. A következő részig pedig sziasztok!